Szavattocsnáccó. Ez kell a videóban, mert muszáj lesz. Nyissunk egy Lucky Pack-ot Tomikával. Tomika, köszönjön be. Sziasztok. Mutasd a pofát! De ahogy mutatom. Mit adhatok? El kell nekem allója. De itt a kérdés alatt. A minőségi allója. Szittunk másodat, hogy mennyire bénányítjuk a csákjőrákokat. Mi már az elején megakadtam. Nem, majd most előtt ki az egész. Ez egy 60 eurós csomag egyébként. Hoppá. Van benne két csomag. Még egy csomag. Szóval megnézzük, hogy tényleg rá van írva valami? Hát jól mondom. Ez is három csomag. Akkor fogd ezt is. Ez a kamerája, kameráját. Negyedik. Már most azt a baba mutassam, így is jó, úgy is jó. Tessék. Ez négy. Hát ilyen kisebb csomag is van. Öt. Valami vékonyabb cucli is. Hat. Hát most ebben nem tudom. Kicsi. Ez amúgy az egy darabos csomag? Nem, ez 10 kis csomagos pak. Ja, 10 kis csomagos. Mindjárt járunk, még ne elfelejtettem. Hogy látom mindegyik. Most erre az vagy irányba, hogy shoes, cipők, cipők vannak. Jó, de nem érdekel, hogy mi van ráírva. Az a meglepje, amikor kibontjuk. És itt van egy böhöm nagy, buzi nagy, marom nagy toboz. Itt nem ezt hagyjuk utoljára, nem? Ezen? A flow volt. No, Tomikám, akkor kérlek szépen választ nekem egy somagot. Legapróbb. Akkor nyissuk ki ezt. És el benne valami. Majd mindjárt kiderül, hogy mi van benne. Nyitóeszköz. Hoppa. Ez egy fülhallgató. I7. És vezeték nélkül. Ja. Az utolsó közeletben hova tegyük? Ez olyan, mint az iPhone vezeték nélkül felse. Lehet, hogy az. Hát a kábellel nem spóroltak. De ez nem két darabos? Hát egy van benne. Meg egy jó kis China felirat. Már rosszul kezdődik, srácok. Kérném akkor, nézd még egy. Hát most ebben a tapintása szerintem vagy harisnya van benne,
Vagy valami használt óvszer. Vagy 100 eurós. Bubifólia. Sikerült. Oha. Egy lufi. Fehér lufi egy piros karikával. Még egy lufi. És ennyi. Egy piros lufi, amin van egy fehér szívecske, illetve egy fehér lufi. Kicsit össze van száradva, vagy csak getis. Ez karika, vagy szívecske? Az egy piros szívecske. Ezt feladják postán. Szuper. Akkor, hát ha most nyitunk valami jobbat. Szerintem ruha lesz. Inkább használjunk kólót, az hát, jó. Ó! Ezt most én vágtam ki. Szerintem igen. De legalább most már lemehetek strandolni. Egy szép kis melltartó. Meg egy húgy. Szerintem ez így tök jó. A szíveni túlzásban. Szivacsos. Hát a lacskót azt kivágtam, de legalább szellőzik, nem rohad be. Nézzük a következőt, eddig hányat tudtunk a... Ó, Luki, oda való. Na, ez a negyedik. Próbálom anyagolni a vágószer számokat, mert még kárt teszek valamiben. Húha. Wolf. Nem tudom, mennyire látszik. Mini kafé. Hát... Ez mi akar lenni? Szerintem ezt inkább nem kéne kivontani, ez valami papírból lehet kirakni valami ilyen polcszerűség, vagy valami tartódoboz. Nagyon szép. És rózsaszín, azt azért tegyük hozzá. Egy újabb kisebb csomag. Ennyi, hát ez egy... kulcstartónak néz ki.
Nincs szeme vagy valami? Nem, szőrös, izbasz. Kulcstartóra. Kulcstartóra, vagy övre is akasztható. Semmi nincs. Extra. Hát a fülében van valami drót, merevítő, szanyi. Na, nézzük a kövit. Az olyan nehezebb. Hát, hát remélem, hogy nem rohadt gyümölcs van benne. Nem, és arra azt mondják, hogy egy hát, akkor a vágjunk. Vágjunk. Túl apró cipőre. Hát már baba cipő. Vagyis, ja. Menci, hát... Nem tudom, szerintem én ezt azért a gyerekemre nem adnám rá. Full gumi az egész. De úgy dísznek esetleg jó lehet, vagy plusz állatokra rárakni. Na, még egy keményebb kartondoboz. Már jó van. Zörög. Mert összekötték már. Szerintem utálni fogom ezeket a csomagolásokat. Szerintem ez egy konyhai mérleknek tűnik. Ó, azért legalább elemet küldtek. Csak ki kéne szedni megnézni. Ez egy konyhai mérleg, 10.000 grammig mér. Ezt mondjuk ki kéne próbálni, hogy működik-e. Ha már kaptunk hozzá elemet, persze. Bocs, kezdő videósok. Hát nem valami minőségi ellen, meg szerintem ennek már hurkabőr. De majd mindjárt kiderül. Ah, de hát tudod, hogy föl is lehet akasztani a falra, mondjuk nem tudom, hogy a falon hogy akarsz mérni. Hát most vagy az asztalom szar, vagy ez tényleg ennyire béna, hogy nem tudom, mennyire látszik billeg. Hát, önmagában 82 grammot nyom. Nézzük meg ezt. 105. De lehet tudod nullázni, nem? Nem tudom. Azok a hangok. Sziget, mindegy, lényeg az, hogy működik. Hát most pontos-e vagy nem az meg. Majd kipróbálj. Tegyük vissza a dobozba, Léci. Ó! Oh. Következő, egy kicsit nagyobb csomag. Itt már nem kéne, ez valami póló lesz.
Majdnem. Ez egy női felső. Nem is. Inkább egy Halloween-szerű cucc. Hát... Hát ilyen virágos zöld színű, ami lehet, hogy a képen ilyen kéknek tűnik, de nagyon világos. Fish living van ráírva, azon kívül 96% poliészter és 4% spandex, az nem tudom mi. Azt én sem. Kínai, de a lényeg az, hogy MS méretű. Na, ezt majd szép lesz ide visszaoperálni. Meg egy kicsit gyűlött ez a szar. Így jó. Oké, és akkor maradt még két csomagunk, ugye? Nem, három, csak a legjobbat a végére tartogatom. Még egy nagyobb csomag. Ez is valami papírdoboz. Az 100% kínai. Semmi levél benne. Hol nyílik majd? Egyszerűen már föl lett bontva, ahogy nézem. Most hajjál lefelé, tartom, ja. Három D wall stickers. Sok-sok kínai duma. Ja, így néz ki. Ó, ezeket pedig ilyet láttam már, ezek nagyon szépen néznek ki. Csak ezt nehéz összetem. Az áragasztószalagot, van itt egy csomó lepke. Ez a mammai cucce. Júj! Hát... Levelek... Hát ez egy pöttyet úgy néz ki, hogy össze van rohadva. Jó büdi is. De jó, amúgy... Amúgy ragasztod, mit hozzá vagyok, ragasztod, csak ilyen sima. Nem tudom, itt van valami ragasztószalag is, pluszba egy... Vagy azzal kéne feltenni. Nem tudom. De nem vitte egy túlzásba, az biztos. Ez gondolom azért 3D is, mert 3D is. De amúgy ezt a mintát felrakod. Elég nagy fal kéne hozzá, de ugye szép. Aha. Itt van a tapadókorong. Mindegy. Azt tegyük ide vissza. Ahogy újtós van belőle legalább. Most már
akár. Hopp, egy T-betű. Nagyon nagy, már vissza, ne jöttél ki, hát. Jó. Egy újabb kis csomagocska. Hát ez valami... Tésztálca lehet, hogy van akárban egy ilyen felfújható csomó. Mindjárt kiderül. Vagy megint egy óriás lufi. Hát a műterekben mi lehet benne? De azért nem értem, hogy kifizet azért, hogy két lufit elküldjön valakinek. Azt én sem, azért ez tebe kerül a feladás, meg szállítás. Mint hogy megveszi magának a termény valamit. Lehet a múlcsuk valami passzió volt. Hát... Mit a bőr? Háó... Ragacs. Szerintem ez inkább ilyen, valamilyen húzat. Vagy gumilepedő. Nagyon nem akarom széthajtani, mert... A francokat, egy sötétítő függöny. Vagy ilyen fürdőszoba függöny kabin az. Tényleg függöny. Szép mintás. Ja, ez ilyen kabin függöny lehet. Sőt, biztos, hogy az. Vagy volt ez. Ez volt itt. Most nem hajtom szét, mert az életbe több az össze nem lesz hajtva akkor. Nézzük meg az utolsót. Ez a legnagyobb doboz. Hát ki van nyílva a doboz. Ez már rossz a csvej. Hát lényegében... Jó, van még egy réteg, nincs. Egyik fose. Háromszoros valamit adsz. Ja, ezt tudom, most láttam a teleshop oldalán. Ez hát, olyan locsolócső... 22,5 méter. Ez olyan locsolócső, ami meddig a méret. Ha locsolod vele, akkor kinyúlj. Ja, lényegében egy slag. Mindenre a jövő. Zöld színű. Hát a mennyire látszik, hogy... Tiszta is van hozzá. Felek ezekkel. És még állítható is. Ja. Sőt, kitámasztható is. Magic Hose. Azért ezt ki kellett emelni, hogy stop. Hát jó. A
azt hittem, hogy legalább egy cipőt kapok. Bár nem hiszem, hogy az én méretemben lenne. De ez így nem volt rossz. És azért ez valami szokatlan, mert elég sok pólót és cipőt láttam. Hát igen, a ruhák most jó, itt is volt női. Egy női és egy fürdőrú. Mert a fürdőrú az nem női. Most nem arról beszélek, hanem a... Ez is egy egészes volt. Mindegy, lényegében... Hát... 60 euró. Megnézzük, visszahozta-e nagyjából az árát. Addig is köszönöm a figyelmet.